minőségűt ebből. Ez a később az 1900-as évek elejére kifejlesztett úgynevezett sonda vagy reformtárogató, ami hát aztán a 20. században élte igazán fénykorát, és hát remélem, hogy sikerül újra föltámasztani, visszahozni az emberek köztudatába. Ehhez kapcsolódik a következő kérdés, és ugye ma már elég kevesen játszanak tárogatón. A népi zenekarok vagy a cigány zenekarok inkább a klarinétot vagy a szoprán szaxofont használják. Mit jelent önnek a tárogató, mit jelent Erdélyben játszani, mit jelent ezt a hagyományos magamakszert népszerűsíteni? Ez így egy nehéz kérdés. Hát először is, hogy nekem mit jelent a hangszer, ezt nagyon nehéz megfogalmazni. Én meggyőződéssel vallom, hogy a tárogatónak lelke van, magyar lelke van, ami megszólítja minden jó érzésű magyar embernek a lelkét. Hogy ezt miben látom visszaigazolva, talán abban, hogy amikor játszok valahol egy dallamot, akkor középkorú vagy idősebb embereknek kicsordul a könnye. Én úgy érzem, hogy ez a lehető legnagyobb dicséret. Ez bármilyen vastapsnál többet ér, ugyanis amikor valakinek a könycsepp kicsordul a szeméből, akkor biztos, hogy a lelke legközepében ott van az a dolog, ami ezt elérte, és hogyha ezt a tárolatóval el lehet érni, akkor én nagyon-nagyon boldog és büszke vagyok, mert akkor a támogató azt teszi, ami a dolga. És hogy Erdély, hát erre szintén nehéz válaszolnom. Hát úgy szólván felnőtt fejjel jártam először Erdélyben, előtte természetesen szinte semmit nem tudtam róla. Első alkalommal, amikor jöttem, akkor egy néprajzkutató jöttünk egy közösen egy testvérfalui kapcsolat fölvételőre, és hát ő útközben elmesélte Erdély történetét, Trianont, Bécsi békét, stb. És hát bizony szájtátva hallgatta mindenki, mert erről nálunk semmit nem tanítottak. Egy életre szóló élmény volt az az út. Azóta, hál' Istennek, nagyon sokszor járok Erdélybe, és mai napig azt mondom, amikor hazaérek otthon a családomnak, barátaimnak, hogy igen, minket otthon hívnak magyarnak, de a magyarok itt élnek. Nem szeretném, hogy tolakodásnak véje, vagy... Egész nyugodtan. De inkább kíváncsiság. A plakátján az áll, hogy Vitéz, Vesztergán Miklós. Ez cím, vagy a művésznek a neve? Nem. Ez egy cím, tehát a Vitézi rendet 1920 után a Horthy Miklós alapította, gyönyörű gondolattal, tehát azzal, hogy akik az első világháborúban különböző, tehát plusz dolgokat hajtottak végre, azokat egy vitézi rendbe egyesítette. Ehhez teleki járt, tehát földterület is járt és ház is járt, de úgy, hogy akkor ez a családnak a tulajdonába kell maradnia, és tulajdonképpen ezzel segítette földhöz jutni azokat a harcosokat, akik hát majdnem az életüket adták. És ez a második világháború elejéig egy nagyon nagy mozgalom már fejlődött ki, aztán később az öröklődött, tehát a fiúk és az elsőszülött fiú ágán tovább öröklődött a vitézi rend. Na most én nem így jutottam a vitézi rendbe, tehát ezt várományosinak nevezik, amikor valaki örökli, és vannak úgynevezett meghívott vitézek. Engem a vitézi rend hívott meg a tagjai közé. Kicsit eleinte nem is értettem, mert mondtam, hogy jövök én ehhez, tehát ez egy óriási kitüntetés. De aztán mondták, hogy nyugodtan fogadjam el, mert jó lenne, ha sok ember tenne valamit a magyarságért, a nemzettudatért, az öntudatunkért. Én a tőlem telhetőt igyekszem megtenni, mert tehát ha az ember elfogadja a mai világnak az elvárásait és az alkalmazkodik hozzá, akkor tökéletesen elveszíti az öntudatát, a nemzeti tudatát, identitását.
Én úgy érzem, hogy nem ez a jövő útja. A jövő útja az, hogyha visszatérünk az alapokhoz, visszatérünk egy olyan közös alapra, ami minden egyes magyar ember egyformán áll, teljesen párt hovatartozástól függetlenül. Vesztergaard Miklós, köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt, köszönjük ezt a gyönyörű koncertet. Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, léleke belül látvány volt látni, hogy milyen sok ember volt a nézőtéren. Hát nálunk sajnos ennyien nem jönnek össze. De ezért is jó dolog Erdélybe lenni, mert itt sokkal inkább érzi az ember magyarnak önmagát, mint otthon, sajnos. De ha hívnak, újra jövök. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük szépen. Viszontlátásra. Ne feledkezzenek meg folyamatos tevékenységeinkről, minden hétfőn 16 óra 15 perctől magyar rádióadás sugározunk, két hetente vasárnap pedig magyar tévéadásra jelentkezünk itt az Ász TV-n. Tartsanak velünk! Kedves nézőink, műsorunk vendégem Csiki Mihály, az új kékesi református lelkész, békesség Istentől. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Önöket, szeretettel köszöntöm a nézőket is. Amint mondotta a riporter úr, Csiki Mihály Levente vagyok, kiskükülömenti származású, Sövényfalván születtem. Az általános iskolát ott végeztem, ezután pedig Marosvásárhelyen végeztem el a tanítóképzőt, és egy évi tanítás után beiratkoztam a teológiára, amelyet elmúlt év őszén fejeztem be. December 1-től vagyok kinevezve kékesi lelkipásztorként. A gyülekezet nagyon szívesen fogadott, úgy éreztem, hogy éhezik az igét, vágynak valakire, aki itt legyen a közösségükben, vágynak valakire, akiknek panaszáikat elmondhatják, akiktől bátorítást, vigasztalást, erős erőt nyerhetnek. Hiszen Isten igéje mindig az, amely bennünket megerősít. És ezt próbálom vasárnapról vasárnapra, sőt napról napra átültetni az emberek szívébe, hogy bízzunk Istenben. Bízzunk Istenben, legyünk türelmesek. Mert mindazok, amely a nehézségek, amelyeket ő ránk mér, nem erőnk felettiek, hiszen ő ismer mindannyiunkat. Kékes falu 151 lélek van, egy idősödő falu, ezért sok ember panaszkodik, hogy kihalunk. Én remélem abban Isten segedelmével, hogy